vagyunk már egy nagyon komoly műszaki problémán, ami miatt akár lehetett volna nagyobb gond is. Fricinek sikerült kikormányozni egy hatalmas nagy helyzetet, úgyhogy megpróbáljuk ezt úgy felfogni, hogy lehetett volna ebből egy olyan gond is, hogy akár sérülés van belőle, vagy akár a kocsit törjük össze jobban. Itt vagyunk, bent vagyunk, sajnos nem tudjuk folytatni a versenyt. 3 gyorsot tudtunk abszolválni. Szerintünk, azt nem mondom, hogy problémamentesen, de elégedettek vagyunk, azzal láttuk, hogy probléma nélkül hol lenne a helyünk. Jelen helyzetben ezzel kell megelégednünk, hogy itt vagyunk épségben. Nagyon szükerelő, balról! Szerintem a korai rajtért nem okolhatunk semmi más, ez benne van a pakliban tényleg bármelyik versenyzőnek. Szerintem teljesen felkészülten álltunk oda a rajthoz. A megforgás az pedig szintén egy olyan történet, hogy leesett az eső éjszaka, nyilván csúszósabb volt a pálya, kicsit bátrabban érkeztünk oda az egyik elágba. Pár hét múlva megyünk ugye a Dunakanyar rallira, aminek én is örülök, hogy közel van, hiszen nincs időnk elkeseredni, nyilván ma nyalogatni fogjuk picit a sebeinket, de aztán új út erővel nekiállunk felkészülni a következő futamra.